reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a diákokat és a kedves kollégákat, illetve a kedves vendégünket, a hölgyet is, és ezt a gyönyörű kutyust az Állatok Világnapja alkalmából. Hát az állatokat én úgy gondolom, hogy mindannyian nagyon szereti, illetve hát lehet, hogy van, aki nem, de hát ez a mai nap folyamán biztos, hogy ki fog derülni. Az Állatok Világnapja alkalmából természetesen a mai napon az állatok lesznek a főszereplők. Nektek is a mai napra Julika néni, Marcsi néni szervezésében, osztályfőnökötök szervezésében ma az állatokról fogunk hallani, illetve látni is. Én megkérem akkor Marcsi nénit, hogy mondja el a mai nap programját. Én is szeretettel köszöntelek benneteket, kedves kollégákat és kedves vendégeket is. Az Állatok Világnapját 1931 óta ünneplik minden esztendőben, Szent Ferenc emléknapján, október 4-én. Ez a nap Szent Ferencnek, az állatok védőszentjének halála napja. A rendalapító Szent Ferenc a legenda szerint nem csak értette az állatok nyelvét, hanem beszélgetett is velük, és már a 13. század elején azt hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, ami körülvesz minket, legyen az élő vagy élettelen. Firenzében egy 1931-ben tartott környezetvédelmi konferencia keretén belül merült fel először az Állatok Világnapjának gondolata, mely minden bolygón élő állatra vonatkozik. Magyarországon 1991 óta ünneplik ezt a napot. Mint ahogyan láthatjuk is, ugye iskolánk is részt vesz ezen a napon, nagyon érdekes és figyelemkeltő programokkal. Célunk, hogy felkeltsük a gyerekek érdeklődését a hasznos és szeretetteljes állattartásra. Szeretnénk megköszönni azt a nagyon-nagyon sok szép rajzot, amiket beküldtetek. Tizet ígértünk, hogy tizet fogunk ajándékozni, díjazni, de megesett a szívünk rajzatok, és 15 lett a 10-ből, mert nagyon szép rajzok készültek. Viszont az ajándékokat, azokat majd hétfőn fogjátok megkapni, jó? Ezek a nagyon szép rajzok a nagyiskolában, ott a folyosón fognak kikerülni oda a kis falra, ott majd megláthatjátok. Külön köszönjük a plüssállatokat is, amiket gyűjtöttetek, és ezeket a plüssállatokat majd folyamatosan, aki esetleg ma nem hozta át, az majd hétfőn összeszedjük Julika nénivel. Elviszük Pozári Erika néninek a családsegítő központba, aki arra rászoruló kisgyerekeknek szét fogja osztani ezeket a plüssállatokat. Háza sarkában ő lopva, s vendégei mind kifosztja. Ügyes. Na kiabáljuk. Mondd, szereted az állatokat? A kutyát, macskát, csacsit, lovat, madarakat, a leveket, rigót, galambot, pintyeket, akik a földön veled élnek, s bundájuk, tolluk melegében, nekik is van szívük, csak éppen nem beszélnek. Én szeretem az állatokat, elnézem őket, ha játszanak, alszanak, vagy tűnődnek titkaikon és a világon. Hidd meg, barátom, nekik is vannak titkaik, csak annál nehezebb talán számukra ez a sok talány, mert nincsenek rászorulók.